Ma puttonyom, Steve. Én vagyok a télapó. Szevasztok, köszöntök mindenkit, elindult a Restart, de szokásos egy órás informatikai álmok futásunk. Én a Vendi vagyok, akinek a kezét éppen látjátok, meg kattintgat, az a Steve. Ő a szárny segédem a mai nap folyamán, és szokásosan ugye hírekkel kezdjük, majd a főszerepbe ti kerültök, a ti kérdéseitek, hozzászólásotok, úgyhogy érdemes velünk tartani megint csak. És hát elég érdekes híreket hoztam nektek, ugye az már mindenki számára világos, hogy a Linux egy elég jó és biztonságos operációs rendszernek minősül, de azért hát elszaladt fölötte is az idő, vagy nem tudom, hogy ezt hogy nevezzük egész pontosan, de igazából ugye hát régen volt az az általános nézet, mi szerint ugye a Windows az állandóan lefagy, meg nem biztonságos, meg rossz, meg nem tudom, és a Linux az a szuper, és tök jó. Ez végül is így is volt, csak ugye eltelt egy kis idő, és azért a Windowsok is egyre biztonságosabbá váltak, és hát ez nem azt jelenti, hogy a Linuxok meg egyre kevésbé biztonságosá, nem, sőt, ők hozzák továbbra is a formájukat, valóban egyébként a valamire való szerverek, amik ugye kiszolgálják általában az igényeket, tehát most itt a nagyobb high-tech cégek szervereiről is beszélgethetünk, azok is általában Unix-os operációs rendszerrel vannak ellátva, persze vannak Windows-os szerverek is, de például ugye a Unix, ezen belül is a Linux, illetve azoknak a különböző disztribúciói vannak azért többségében, ha szerverről beszélünk, hát ugye otthoni workstation megoldásként azért inkább a Windows, nem hogy inkább, hát a Windows, és hát egy nagyon pici töredék, egy pár százalék használja ugye a Linuxot, meg egy pár százalék az OSX-et, de végülis az is Unix-os alapú. Na mindegy, igazából amiért ezt mondtam, az azért érdekes, mert állítólagosan egy nagyon durva hátsó kaput rejt a Linuxok rendszerbetöltője. Ugye? Tehát minden operációs rendszernek van egy rendszerbetöltője, ami azt szolgálja, hogy magát az operációs rendszert elindítja a számítógépen, különböző üzemmódokban tudja ezt megtenni. A Linuxban általában a grubot használják erre, és hát ez a grub egy rendkívül súlyos biztonsági hibát rejt. Számos nyílt forráskódú operációs rendszer által is használt szoftver hibája miatt könnyű szerrel fel lehet törni bármilyen egyébként tökéletesen bebiztosított számítógépet is. Ehhez a támadóknak mindösszesen csak 28 alkalommal le kell nyomniuk a backspace gombot akkor, amikor a grub második verzióján, tehát a grub 2-es rendszer betöltő konfigurációt védő jelszót kéri tőlük, ez egy alul csordulási hibát vált ki a rendszerben, aminek hatására a helyreállító módba ugrik be, ahol a támadó lehetőséget kap arra, hogy a rendszer indítási folyamatba beavatkozzon, és így gyakorlatilag bármi nevű kémszoftvert, vírust, vagy akár ugye rootkitet, a Linux alatt ugye ilyenek is vannak, feltelepítsen a számítógépre. A sebezhetőség az otthoni felhasználók esetében nem jelent túl komoly kockázatot, hiszen csak ők férnek hozzá fizikailag a saját gépükhöz, ugyanakkor egy vállalati rendszer esetén a rendszergazdák feje komolyan fájhat a hátsó kapuk miatt, aminek révén a munkatársak illetéktelen hozzáférést nyerhetnek a gépekhez, sőt, akár a szerverekhez is. A probléma az elmúlt fél évtizedben kiadott minden grub 2-es változatot érinti, ezzel együtt pedig a szóban forgó időszakban megjelent ugye grub 2-t használó Linux disztribúciókat is, ilyen például az Ubuntu, a Red Hat, a Debian, amik egyébként nagyon jó kis Linux disztribúciók. Védekezni a kihasználás ellen jelenleg legfeljebb csak egy teljesen más rendszer betöltőre való áttéréssel lehetséges, bár vélhetően a következő napokban frissíteni fogják a grubot és orvosolják ezt a hibát, ami már ugye több mint egy évtized ezek szerint benne van. Úgyhogy érdekes a dolog, vigyázzunk, jó? Bár, mint ahogy a cikkben is elhangzott, igazából otthoni felhasználók számára ez annyira nem jelent problémát, hiszen nem teszi lehetővé azt, hogy mindig el szoktuk mondani, amikor valamilyen programban valami hiba van, hogy távoli kód futtatására alkalmas hibát rejt. Na most ez nem rejt távoli kód futtatásra alkalmas hibákat, tehát magyarul távolról nem lehet meghekkelni és úgy rátölteni különböző vírusokat vagy adatokat lelopni, ez csak és kizárólag lokálisan lehet ilyet csinálni, csak és kizárólag akkor, amikor még be sem töltődött igazából az operációs rendszer, tehát ez nem is az operációs rendszernek a hibája, hanem a rendszer betöltőjének a hibája, tehát csak és kizárólag lokálisan van ez a probléma, de azért elég nagy problémáról beszélünk. Jó.
Hát ha az előbb már Windowsról beszéltünk, akkor megint csak beszéljünk egy picit a Windowsról, ugyanis nemrég adta ki a Microsoft az első javító csomagot a Windows 10-hez, és ezúttal rögtön elérhetővé is tette a következő Windows első előzetes verzióját. A Microsoft miután ugye a múlt hónapban kiadta a Windows 10 frissített változatát, neki látott az asztali operációs rendszerre következő jelentős mérföldköve fejlesztésének, illetve tesztelésének. Ennek keretében Redmond az Insider felhasználók számára a szerdai napon letölthetővé tette a Redstone kódnév alatt ismert új verzió első előzetes kiadását. A 11.082-es build számmal érkező új előzetes gyakorlatilag semmi nyilvánvaló újdonságot nem hoz a novemberi Threshold 2-eshez képest. A Microsoft szerint ez azért van, mert a most elkezdett fejlesztések elsősorban a Windows 10 a különböző hardware platformok közötti megosztott rendszermagját érintik. A rendszer a PC-n, mobilon, támlógépen, valamint az Xboxon, a HoloLens-en, illetve az úgynevezett IoT eszközökön futó változatai ugyanis részben közös kódbázisra épülnek, és a Microsoft most ezt úgy dolgozza át, hogy hatékonyan lehessen új funkciókat integrálni rajta keresztül a szóban forgó kiadások mindegyikébe. Ezért a mag jelentős részét át kell írniuk, ami nem jár a végfelhasználók számára közvetlenül és érzékelhető újdonságokkal. Tehát magyarul a motorháztető alatt vannak újdonságok, mondhatni teljesen átírják, de igazából kívülről laikus ebből semmit nem vesz észre. A Microsoft persze ennek ellenére számít arra, hogy a gyors terjesztési gyűrűre feliratkozott insiderek letöltik majd az új előzetest is, és hasznos visszajelzésekkel szolgálnak majd az abban esetlegesen azonosított problémákkal kapcsolatban. A Redstone verzió tervezett kiadási időpontját egyelőre még nem lehet tudni, de elárulták, hogy annak megjelenésére valamikor a tavasz végén, illetve nyár elején lehet majd számítani, tehát magyarul akkor érkezik majd egy újabb Windows 10-es nem verzió igazából, hiszen megbeszéltük azt is, hogy most már úgy nem lesz a Windows 10 után, majd Windows 11, meg 12, meg tehát újabb Windows, hanem gyakorlatilag a Windowsnak fogják most már csak hívni, vagy hát egyelőre Windows 10-nek, de igazából ez a The Windows, vagy Those Windows, ugye, ha már többen számban van, akkor... vagy These Windows, ugye, és hát ehhez fognak különböző, hát ilyen, hát nem service pack, mert most már nem így hívják ezeket, hanem gyakorlatilag egy következő változatot, tehát frissítést kiadni. Tehát nyár eleje, vagy tavasz vége ez a várható időpont, hogy még egyszer egy akkora frissítést fogunk majd kapni így egyben, amit most ugye a múlt hónapban kaptunk. Következő hírünk az önvezető autókkal kapcsolatos, még igazából nem is nagyon járkálnak az úton ilyenek, hanem hiszen csak tesztelési jelleggel beszélünk erről, hogy nagyon sok cég most már foglalkozik ezzel, de azért vannak itt érdekes dolgok, amiket mindjárt el fogok tudni nektek olvasni, amit a reklám eltűnt a portálról, ugye? Például az, hogy kötelező lesz a kormány állítólagosan ezekbe is, hogy egész pontosan erre miért van szükség, erről fogok most egy pár szót nektek beszélni. Kalifornia már egy ideje az okos autófejlesztés első számú terepe az éles tesztelésre, ezért is övezi különösen nagy figyelem Kalifornia állam gépjármű ügyi hivatalát, mert az általuk meghatározott szabályozás befolyásolhatja az önvezető autók fejlődési ütemét, a más helyek számára is precedens értékű lehet. Ezért fontos lépés, hogy szerdán ez a bizonyos hivatal egy új tervezetet nyújtott be, amely kimondja, hogy minden önvezető autóban lennie kell kormánynak, és mögötte egy jogosítvánnyal rendelkező sofőrnek is. No kérem, hát akkor ez egész pontosan mire is jó akkor? Tehát, hogyha én nem vezethetem az autómat mondjuk ittas állapotban, vagyis hát hogyha ő most persze most egy életszerű, de mondjuk olyan példát mondok, ami azért mondjuk mire lehetne használni egy önvezető autót. Tehát például arra, hogy elmegyek szórakozni a kocsival, és nem kell sofőrszolgálatot hívni hozzá, hanem én magam haza tudok vezetni, tehát az autó hazavezet, csak ott kell üljek mögötte. Ami mondjuk nem zárja ki, tehát azt itt nem írt, hogy ittas nem lehetek, csak azt mondta, hogy a kormány mögött egy jogosítványra rendelkező sofőrnek kell ülni. Hát végül is, ha nekik az jó, hogy én ott ülök és nézem a kormányt, meg az utat, miközben az autó vezet, akkor jó, tehát érezzük, hogy itt azért még itt eléggé joghézagos ez a bizonyos szabályozás. És bár minden gyártót érint,
Jelenleg főként a Google-t érintheti kellemetlen ez a kitétel, mert ők már most is tesztelnek olyan autót, amiben nincs is kormány, mindebár. Ha ebben a formájában elfogadják a tervezetet, az azt jelenteni, hogy ezek az autók nem is juthatnának el az emberekhez, nem is csoda, hogy a cég csalódottan fogadta ezt a bejelentést, már hogy a Google. A tervezet a gyártóknak 3 éves átmeneti időszakot szabna, amely alatt már bérbe adhatják az utas felhasználóknak az autóikat, de azokat még nem lehet megvenni. Hát azért még tényleg itt ez még nagyon gyermekcipőben jár. Ezzel küszöbölné ki ugyanis a hivatal, hogy valaki korán megvegyen egy okos autót, de a kiforratlan szabályozás gyors változása miatt esetleg mégse tudja használni azt. Bár a bérbeadás előtt biztonsági jóváhagyásra és harmadik fél által végzett tesztekre is szükség van, az autók rendszere által összegyűjtött adatokról pedig jelentést kell tenniük a gyártóknak, és értesíteniük kell ezt a bizonyos járműgyi hatóságot, ha az autó a működéséhez feltétlenül szükségesnél több adatot gyűjtenek be a felhasználóktól. Mondjuk ennek nem tudom, mi köze van, meg milyen plusz információt lehet begyűjteni. Tehát mit beszélgetnek a kocsiba, és akkor azt ott lefüleli az okos autó? Esetleg hozzá is szól, mint a kit, vagy mi? Tehát, vagy... Na mindegy, szóval ez kicsit ilyen bullshit szerintem, tehát megint csak egy ilyen reklám és ellenreklám is egyben az okos autóknak. De ha belegondolunk, ezek az állandó szabályozások, amelyekre kétségkívül szükség van valamilyen szinten, tehát nem lehet csak úgy ráereszteni ezeket az új technológiákat a nagyvilágra, anélkül, hogy valamiféle szabályozás ne legyen. Ugye beszéltünk a napokban, sőt már ugye egy pár héttel ezelőtt is a drónokról, a drónok szabályozásáról is. Hát itt az önvezető autóknál is hasonló a helyzet, tehát azért nem úgy működik a dolog, hogy akkor na most akkor lehet kapni ilyen autókat, mindenki veszi az autókat, és akkor nem is kell hozzá jogsi, csak ugye elmegyünk és furikázunk az autóval, mert úgyis az autó vezet. Ez azért elég könnyelmű lenne, én azt gondolom, manapság még. Úgyhogy, de hát még egyelőre nem kell ettől félni, hiszen még nagyon kevés okos autó van. Bízunk abban, hogy mire ezek valóban a piacra kerülnek, addigra a megfelelő szabályozás is megszületik. Szerintem ez nagyjából egyébként az elkövetkezendő 5 évben fog valamikor megtörténni. Kalifornia egyébként az Egyesült Államok legnagyobb autós piaca is. Jelenleg 11 cég teszteli a maga önvezető autóját az állam útjain, hiszen ebben az államban lehet önvezető autókkal kimerészkedni már az útra is. Természetesen a megfelelő biztonsági szabályok betartása mellett lehet mindezt megtenni, és külön engedéllyel, tehát ennek a bizonyos járműügyi hivatalnak, gépjárműügyi hivatalnak egész pontosan, DMV, így hívják, így rövidítik, ha valaki találkozik ezzel a névvel, akkor ez a gépjárműügyi hivatal, tehát neki a beleegyezése, illetve engedélye szükséges ahhoz, hogy ilyen önvezető autók egyáltalán az utcán lehessenek, de hát, mint mondtam, ezek mind nagyon tesztjelleggel vannak, és hát nem csak a Google, hanem nagyon sok akár tech cég is, hiszen ugye ezek a cégek azért érdekeltek, mert ezekben az autókban is, hiszen számítógépekről beszélünk, operációs rendszer fut, amiket ugye ezek a bizonyos tech cégek, Google, Apple és társai fejlesztenek, és hát az autóknak is, autógyártóknak is érdeke, hiszen ugye magát a vasat, hát az autógyártó gyártja le hozzá, tehát a kettő között elég szoros együttműködés van. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből, és mikorra lesz ebből egyáltalán valami. Hát látjátok, már a szabályzása már most gond van. Jó, aztán... Nem tudom, hogy látogattátok-e ma a Google oldalát. Aki igen, az gondolom én találkozott azzal az egész jóra sikeredett kis játékkal, ami ugye a Google Doodle szolgáltatásán keresztül ugye minden nap az aktuális naphoz köthető valamilyen megemlékezés, valakinek a születésnapja, vagy valamilyen alkalomból megörvendeztet bennünket mindig a Google valamiféle kis játékkal, vagy hát néha csak megváltoztatja a logót, de most ebben az esetben például így a mai napra vonatkozóan játék is került föl, ugyanis Beethoven
Beethoven születésének 145. évfordulója van, és ez alkalomból egy pár perc alatt végigvihető szórakoztató kis játékot készített a Google, én végigvittem, nem is tudtam, hogy ilyen jó hallásom van egyébként, hiszen ugye ha már Beethovenről beszélünk, hát ugye zenélni kell, egész pontosan ugye az ő zeneműveiből egy-egy részletet kell pontosan kotta alapján kirakni, mindjárt mutatom a játékban, tehát Beethoven legismertebb műveinek kottáit kell kirakni, a kották darabja először szétvagdosva láthatók, és a jobb alsó sarkukba található kis hangszóró ikonnal lehet meghallgatni, hogy hogyan is szól az apró mini darab. Aki emlékszik a zeneórákról, énekzeneórákról, ugye a hangjegyekre és a kottákra, annak kicsit egyszerűbb a feladat, aki nem, az meg hát majd lutriból pakolgatja össze, mint ahogy én is, mert nem emlékszem rá. Tehát még szolmizálni csak úgy nagyjából tudok, ugye do, ré, mi, fá, szóláti, do és társai, még olyan kézmozdulatok is vannak hozzá, de ezt inkább nem mutogatom, de hogy hülyén nézzenek, hogy itt miket mutogatok a képernyőn. És akkor ugye van itt Führerész, van Holdfény szonáta, illetve a 9. szimfónia legismertebb részleteit lehet meghallgatni. És hát akkor így néz ki valahogy a dolog, mindjárt mutatom nektek, kicsit bele is nagyítok, csak hogy jól látható legyen a képernyőn is, ha bele tudok szebben nagyítani. Így van, tehát valahogy így néz ki ugye a játék. És akkor játszunk, mert egyébként jó, hangja is lesz, úgyhogy Steve, kicsit majd azért figyelj, elég hangos, tehát ne told be azért nagyon. Jó, így van, itt van tehát Beethoven. Kicsit kulturálódjunk is, egy kis klasszikus zenével, nem? Tehát, hogy egyébként jó a videó. Na, és hát akkor nézzük az első szonátát, illetve szimfóniát, az 5. szimfónia, ugye úgy szól valahogy, hogy ti-ti-ti-ti, ugye? Na hát próbáljuk meg sorba rakni. Ez például tökéletesen jó lesz szerintem nekünk ide első körben. És akkor mi, hogy folytatódik? Ti-ti-ti-tűn, ti-ti-ti-tűn, akkor ez a így van. Gyere, várj, kell ide egy leütés. Igen, kell egy ilyen, és kell egy ilyen. Na, tökéletes! Hát profi vagyok, kérem szépen, mint ahogy látszik is. Mindent eltaláltam. És akkor megyünk tovább. Itt ugye Beethovennel mindenféle dolgok történnek. Hát most éppen elzonyál egyet, úgy, mint tegnap én a műjégem. Hát csak ő a kottáit ejti el. Hát én meg a kamerát ejtettem, mert nem vigyáztam rá, ezt így üzenném a tulajdonosainknak. Aztán hát a jó öreg Führerész következik, ugye. Ezt zongorán még le is tudtam játszani annak idején. Hát most már mindjárt kiderül, hogy el tudom-e vajon játszani. No nézzük tehát. Szerintem ez így jó lesz nekünk elsőnek, nem? Steve? Aztán ezzel folytathatjuk szerintem. Aztán így van. Szerintem ez nem lesz jó, de mindjárt ki. Már az első nem jó, sőt a második se, a harmadik se. Sikerült mindent mellé raknom gyakorlatilag. Úgyhogy akkor most felcserélgetjük itt szépen őket. Hát ez biztos nem ezzel kezdődik, hanem... Hát melyikkel kezdődik? Ugye az eleje elindul, pedig esküszöm ezzel kéne kezdődnie. Na mindegy, nézzük, hogyha ezt ide rakjuk. Így se jó. Na, Wendy bácsi bebizonyítja, hogy mennyire botfülű, és mennyire nem ért a kottákhoz sem. Hát ez se jó így. Na, azt eltaláltuk, a másodikat eltaláltuk. Akkor viszont mi lehet ez itt? Ez micsoda itt? Igen, ezzel kezdődik, bocsánat. Így van. Igen. Aztán ez jön ide, ez meg... Nem, ez nem jöhet oda, mert hogy ez rossz, ez a vége lesz. Tökéletes! Na kérem szépen, tehát Führerész! Megyünk tovább. Jó le van a gyerek, ha játszik, nem? Jó kis zenék ezek, nem? Hát nem mindig csak az techno, meg a rock, meg a nem tudom. Néha kell egy kis klasszikus is, művelődés kérem szépen. Na, és akkor nézzük a Holdfény szonátát. Nem egyszerű. Atya úristen. Hát, próbálkozzunk, jó? Legyen mondjuk így. Biztos, hogy nem lesz jó, előre látom. És a végén lesz, nem ezt kell ide rakni. Nem stimmel? Na nézzük a többit, vagy stimmel-e, vagy abból induljunk ki. Persze, hogy nem stimmel. Szerintem ezt kell ide rakni.
ezt ide rakni. Nem. Hát akkor kizárásos alapon csináljuk. Ez sem. Hát akkor melyiket? Ja, mert nem raktam a helyére. Nem stimmel. Nem már. Ez se. Hát most már mindegyiket oda raktam pedig. Steve, segíts! Na, egyet már eltaláltunk. Nem azt mondja, a következőt nem találtuk el. Így van. Kicsit mellé szól. Még mindig nem találtuk el. Ez lesz a következő szerintem. Úgyhogy így. Így rakjuk oda. Na? Nem. Így se jó. Hát persze, hogy nem jó. Na nézzük. Lehet, hogy itt egy ilyen szünetet kell tartani, nem? Nem. Nem nyert. Nem, az a baj, hogy egyébként nehéz. Tehát tényleg itt már ugye annyi logika van, hogy tessék, de közben egyébként kitaláltam. Mert azért ugye érzékeljük, hogy a végén van egy kis lecsengés, addig csak folyamatosan fölfelé megyünk, tehát igen. Csak hát ugye elnéztem egy-két sort ebben a kottában. Na hát így néz ki, kérem szépen a történet, és akkor a végén jön az öröm, az örömúda, hát bejutunk az utolsó szimfónia, ez az örömúda, tehát ugye a na melyik lehet az? Az eleje tetszik, igen. Meglátjuk. Nem, ez a vége. Aha. Na, valahogy így. Ez a legvége, ez nem jó. Nekünk akkor ezt kell, mert itt egy felfelé megy, ugye? Így van, és akkor jön a következő. Nem. Tű, ez a legvége. Jó. És akkor ez ide. Na. Ó, hát kérem. Tű. Király, köszönjük szépen. Szóval Google Doodle el lehet játszogatni. Köszönjük szépen! Tehát Beethovennek pedig, hát ugyan már nagyon régóta nincs köztünk, de boldog 245. születésnapot kívánunk. Halhatatlan emberről beszélünk. Jó, hát ennyit a hírekről, volt ebben minden, azt gondolom. Úgyhogy visszatértünk közétek, és folytassuk informatikával, bár egyébként a zenélés is tartozik, vagy a zenélés is hozzátartozik szorosan az informatikához, hiszen a mai zenék már nagyon-nagyon kevés százalékban íródnak egyébként ugye hangszeren, bár egyébként attól függetlenül most már kettőt összevonják, tehát a hangszer és a számítógép, sőt lehet azt mondani, hogy a számítógép is egy hangszer gyakorlatilag, már hiszen a különböző szempontok kell, lehet olyan hangokat megszólaltatni, amit mondjuk egy hangszerrel nem is lehet. Tehát igazából nem kell lebecsülni azokat, ugye ez is nagy divat, hogy a különböző zenészek is egymás között, meg úgy általában a vélemények is úgy megoszlanak, hogy hát az nem is zene, hát a számítógép az nem ugyanaz, bezzeg a gitár, a zongora, nem tudom, a hegedű. Természetes, nincs ezzel gond, de a számítógéppel ezeknek a hangzását még szebbé lehet tenni, meg még jobbá. Én azt gondolom, hogy ezzel semmiféle gond nincsen. Ne legyenek kétségeink, hogy a mai klasszikus zeneművek is, már úgy értem, hogy klasszikus, hogy most nem az ilyen Beethoven meg ilyenekre gondolok, de természetesen ezeket is, hogyha most feldolgozzák, vagy újra csinálják, vagy ilyenek, akkor ott azért igen rendesen szerepet játszik a számítógép is, tehát a különböző hangmanipuláló szoftverekkel, meg hát ugye manapság már olyanról is hallottunk, hogy valaki nem is tud énekelni, mint ahogy én sem, de azért a audio tune-nal, vagy autotune-nal lehet itt olyan szépen alakítgatni a hangot, hogy aztán egy élő koncerten azért már kevésbé, de egy stúdió felvételnél még lehet ilyeneket csinálni. No jól van, használjátok az elérhetőségeinket, telefonáljatok bátran, lépek be a Skype-ra is, tv.fixhd, és ha minden igaz, akkor van is egy telefonálónk már a vonalban, és persze ugye a Facebookot se felejtsük, facebook.com/fixhd, halló, halló!
Atya, úristen! Szép jó estét kívánok, Cseppentő Árpád most, vagyok. Kedves Árpád, most azt gondolom, hogy lehet, hogy Beethovennel azonosulok, és én is megsüketülök kicsit. Igen, úgyhogy... hozzám is eljutott ez a gerjedés, de nem baj, túléltük. Steve nagyon be van indulva már itt az estére. két témát hoztam neked, igen, amit szeretnék megemlíteni élőadásba. Az egyik az egy konkrét tény, amit te is hoztál hírként. A másik az pedig egy egyszerű beszélgetés lenne. A konkrétum a Grub, aminek a hibáját megemlítetted. Igen. Ennek én nagyon gyorsan utána néztem, hogy mi a helyzet most vele, és elgondolkodtam ezzel kapcsolatban arról, hogy mikori lehet az a hír, amit te olvastál, ugyanis én tegnap előtti napon megkaptam ennek a bizonyos backspace-es hibának egy javítását, ki is kerestem a CVE számát, tehát tulajdonképpen azoknak a kedves nézőknek, akik Linux felhasználók, azt az egyet tudom javasolni, hogy minél hamarabb a frissítés kezelőbe töltsék le a gépeikre a frissítést, ugyanis már megvan a javítás. Oké, lehet, hogy akkor itt ugye a PC fórumról olvastam, ott elvileg 12 órája került ki ez a cikk. Hát most lehet, hogy ők is el vannak késve, és mondjuk lehet, hogy tényleg nem mai hír ez, hanem egy-két nappal ezelőtti, de hát ha van rá frissítés, akkor az már egy nagyon örömteli. Ha ez segít, akkor megmondanám azt is, hogy ez a CVE 2015 8370-es. Igen, de ez minden, hogy mondjam, operált, tehát minden disztribúcióra igaz, hogy szerinted lefrissítették? Nem, én inkább azt mondanám, hogy nem tudom, de megnéztem a sajátomét, mert... De mit használsz? Ubuntu vagy? Amit én használok, abban minden egyes modulhoz, tehát minden egyes csomaghoz van egy hibajavítási napló lekérési lehetőség, amiben meg lehet nézni, hogy a frissítésekben pontosan milyen hibákat javítottak ki. És ott egyrészt van egy hivatkozási szám, másrészt van a hibának a leírása, hogy mit javítottak ki. És pont ez a tegnap előtti frissítés, amit én megkaptam, ez pontosan ezt is tartalmazza a Grubon belül. Aha, hát bízunk benne. Jó, oké. Úgyhogy én azt javaslom. Melyik Linuxot használod te? Ubuntu? Én az Ubuntu. Ubuntu, jó, oké. Ubuntu. Csak mert ugye itt, hát ami a Grubot használja, ugye most nagyon sok Linux disztribúciónál már áttértek a Grubra már jó ideje, ami nem baj igazából, csak ugye ezért is kérdeztem, mert nem biztos, hogy mindegyik disztribúció ennyire up-to-date, hogy tényleg akár napi szinten jönnek frissítések. Az Ubuntu az pont az, de például a Debian, ami egy ilyen nagyobb és inkább rendszer gazdai, hogy mondjam, vagy rendszer gazdáknak szánt operációs rendszer, tehát a Linuxnak ugye az a változata, ott nem biztos, hogy azért ez már megérkezett. Maximum ugye az ember kézzel tudja ezeket frissítgetni, csak hát az meg kicsit nehézkes. Tehát, hogy... Én tulajdonképpen azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert sok Linux felhasználó hamis biztonságérzetben ringatja magát azzal, hogy hát a Linux nem támadható, és bizony találkoztam olyan Linuxokkal is, amit jó fél évig, évig egyáltalán nem frissít. Na most ilyen hibák, sebezhetőségek minden operációs rendszerben vannak, itt csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy aki aktívan nap mint nap használja, az bizony meg tud tenni naponta annyit, hogy 2 percet rászán és frissíti. Tehát letölti azokat a frissítéseket, ami az adott napon megjelenik. Mindenképpen ezt javasoljuk amúgy is, nem csak a Linuxoknál, hanem gyakorlatilag minden operációs rendszernél ez így van. Tehát az automatikus frissítéseket, azokat amúgy is tessék elfogadni és feltelepítgetni. Jó, rendben. Egyébként, ha jól látom, akkor a Debiannál, mert így direkt rákerestem a Debiannal kapcsolatban, hogy van-e ezzel kapcsolatos újdonság, és ott például a legutóbbi Debian Grubbal kapcsolatos hír, legalábbis hírértékként az októberi, tehát hogy félek, hogy lehet, hogy ott még nem történt semmi. Értem. Úgyhogy... Értem. No, a másik téma, ami meg egyszerű csak ilyen eszmefuttatás lenne, de meglehetősen elgondolkoztam rajta, hogy ugye nagyon sok eszközünk, ami rádiófrekvenciával kommunikál, például a Wi-Fi,
uh-huh. vagy egy vezeték nélküli otthoni telefon, tehát ilyen deck telefon, uh-huh. Vezeték nélküli klaviatúra, vezeték nélküli egér, ezek a 2,4 GHz-es frekvencia sávot használják. Hát nagy részt igen, bár nem mindegyik. Tehát például nekem a telefonom az valami 400 valahányos frekvenciát használ. Uh-huh, uh-huh. És azon gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen mi lehet arra a megoldás, hogy ezek az eszközök, ha egymás mellett párhuzamosan működnek, nem zavarják egymást. Hát úgy, hogy azért elég nagy ez a frekvencia tartomány, tehát hogy azért ugye a Wi-Fi-nél is, hogyha megnézed, akkor kapásból különböző sávokat tudsz beállítani. Sávon. Így van, illetve több is van igazából, de maga a Wi-Fi ennyit engedélyez, de a 2,4 GHz-es tartomány még ennél is szélesebb spektrumú egyébként. A Bluetooth-ok például egy picit lejjebb vannak pozícionálva, ha jól tudom, tehát az 2,3, tehát 2,35-től indul inkább, tehát hogy jóval lejjebb van. És ott is egyébként többféle sáv van, mert hát ugye a sáv szélesség kérdése is, hogy egyáltalán mennyi adatot akar rajta az ember átvinni, tehát annál nagyobb frekvencia tartományt fog egyben kihasználni. Úgyhogy hát úgy tudja, vagy úgy lehet megoldani, vagy legalábbis szerintem, hogy ugye ezek digitálisak, és általában egy bizonyos frekvenciára korlátozódnak, és ezek az adatok, amikor mennek A pontból B pontba, ugye általában pont-pont kommunikációra vannak használva, akkor innentől kezdve ez egy külön azonosító is megy vele, hogy most igen, innen érkezett egy kérés, akkor neki válaszolok. Tehát, hogy valamiféle enkriptálás, tehát valamiféle kódolás van ebbe pluszba benne. A Wi-Fi-nél biztos, hogy így van, ugye erre valók a különböző titkosítások is, hogy le is titkosítja azt a csatornát. Igen, kifejezetten még az is elgondolkodtató, hogy ott nem csak információ áramlás van, hanem kifejezetten nagy sávszélességű információ áramlás van. Így van, elmondom, ezeknek van egy azonosítója, ugye, és ezek, amikor kommunikálnak egymással, akkor ugyanúgy, mint amikor mondjuk az ember CB rádió. Ugye? Tehát, hogy igen. Azt, amikor megnyomod a CB-n a gombot, és beleszólsz az éterbe, akkor mindenki, aki arra az adott frekvenciára van hangolva, veszi ezt a jelet. De igazából, ha most nagyon analógosítjuk ezt a dolgot, akkor mindenkinek van egy hívójele, ugye? És akkor annak a hívójelnek a segítségével tud a másikhoz beszélni, amit igazából mindenki más is hall, de ott mondja meg, hogy mondjuk melyik csatornán, vagy melyik frekvencián tudnak ők titkosítva beszélni. Mondjuk egy repülőgép irányítás. Tehát így lesz az adó és a vevő közös nevezőn. Így van, tehát magyarul küldözget ki olyan csomagokat, gondolom én, így működik valahogy, hogy jelzi a másiknak, hogy igen, ez neked szól ez az adatcsomag, te foglalkozzál vele, és akkor persze lehet, hogy érzékeli mondjuk a Wi-Fi is, hogy hoho, hát itt jön valami olyan csomag, amivel én nem tudok mit kezdeni, nem is foglalkozik vele, viszont a másik eszköz, ami tudja, hogy ugye ezért van, hogy a Bluetooth-t is párosítani kell. Tehát, hogy igen. Több Bluetooth eszközhöz is lehet kapcsolódni, vagy ugyanúgy egymás mellett két-két telefon mondjuk, vagy mondjuk négy telefon tud úgy egymással beszélgetni Bluetooth-on, hogy csak kettő-kettővel beszélget, tehát párosával beszélgetnek, és mégsem szólnak bele a másikba, pont azért, mert össze kell őket párosítani, és kialakítanak egymás között egy olyan csatornát, ami ugyanebben a frekvencia tartományban megy, ahol tudják azonosítani, hogy igen, én tőle várom a választ, és neki küldöm a választ, tehát, hogy ezen belül is vannak úgymond csatornák. Értem. Így működik. És még egy dolog, ami ugyanezzel kapcsolatos, hogy a zavaró interferenciák, például egy rosszul árnyékolt készüléknek uh-huh. a problémája, sugárzása, az mennyiben zavarja, nagyon. Vagy mennyire zavartűrő? Nagyon, sőt, igazából, ha most visszakanyarodunk egy picit arra, amit az előbb mondtam, hogy ugye egymással beszélgetnek a készülékek teljesen függetlenül, viszont ugyanazt a csatornát használják, tehát a többi számára a másiknak, másik kettőnek a kommunikációja mondjuk, az zavarás. Számít. Tehát mondjuk, hogyha nagyon sok wifi eszközön, ugye a wifi szennyezettség szót szoktam rendszeresen mondani, igen. Ugye, hogyha sok wifi router van mondjuk egy környéken, tehát mondjuk egy tömbházban, akkor azért van az, hogy lassú a sávszélesség mondjuk, tehát hogy nem lehet kihasználni rendesen a sávszélesség, mert rázavarnak egymásra. Tehát tudnak kommunikálni, de sok a zaj, sok a felesleges és eldobandó csomag, amivel ő nem tud mit kezdeni, mert nem neki szól, és ezért azért maga a sávszélesség csökken.
Tehát itt is ez a probléma, hogy ha zavarják... Azzal is időt kell töltenie, uh-huh. hogy kiválogassa, hogy melyik az a csomag, amit eldobja, pontosan. És melyik az, ami neki szól. Pontosan így van. Tehát az ilyen zavaró rendszerek, ugye vannak egyébként, ahol mesterségesen vannak ilyenek telepítve, tehát például bizonyos rendőrségi szerveknek, például vannak ilyen rendszereik, sőt tovább megyek, vannak olyan irodaházak, vagy ne adj Isten, információs központok, ahol direkten mondjuk a mobiljelet zavarják, pont azért ne tudjál mobilozni, hogy nehogy ott véletlenül bármit is, mit tudom én, kikommunikálj, vagy kommunikálj egyáltalán, azokat is így csinálják, tehát gyakorlatilag nagy sávszélességen, nagy frekvencián, tehát ezt a frekvenciát célozva, ilyen kioltó hullámokkal gyakorlatilag zavarják a jelet, és így képtelen kommunikálni az eszköz egymással ezen a frekvencián. Tehát így működik. Minden esetre ettől függetlenül, hogy ez ilyen szabályozott, nekem nagyon tetszik az, hogy a mérnököknek nagyon sokféle dolgot kell mérlegelni egy-egy új szabvány, vagy akár egy szabvány bővítés esetében, hát, ahhoz, hogy működőképes maradjon a régebbi rendszerek. Is. Igen, abszolút. Sőt, tovább megyek, ugye a szabványmódosításra pont azért van szükség, mondjuk a Wi-Fi esetén, már azért kell ugye más frekvenciákat is bevonni ugye a képbe, mert hát ugye a 2-4 már olyan szinten foglalt, hogy gyakorlatilag ugye ott már nem is lehet, tehát kihasználják ma a maximális kapacitást. Tehát nem véletlen az, hogy most már 5 GHz vagy 8 GHz-es tartományban dolgozó routerek is vannak már egyébként. Ugye minél magasabb frekvencián vagyunk, máshogy állítják elő, többen férnek el rajta, nagyobb sávszélességet lehet igazából használni, nagyobb mondjuk a frekvencia tartomány is, amit használ, tehát nem mit tudom én ilyen kisebb 20 MHz-es tartományokban dolgozik, hanem már 40, meg még nagyobb ilyen úgynevezett wide frekvenciken dolgoznak, ahol már lehetőség van arra, hogy jóval nagyobb sávszélességet is lehessen mondjuk egy wifi routerrel elérni. Tehát most már gigabiteket át lehet vinni routerrel egyébként. Uh-huh. Tehát Wi-Fi-n keresztül. Hogyha persze megfelelő eszközök vannak hozzá. Hát nagyon szépen köszönöm a eszmecserét. Nincs mit. Köszönöm Árpád, hogy hívtál. Jó Hello. Műsor. Viszont köszönöm. Szia, szia. És Péter is ugyanerről tett tanúbizonyságot itt az oldalunkon. Szia Vendi, nagyon szuper a műsor, mindig nézem. Üdv Péter Gyöngyösről. Köszönöm szépen, Péter. Menjünk tovább. Tamás, DDR3-as RAM-nál a késleltetési idő például 6-7-8 és 11 között gyakorlatilag mennyire érezhető a sebesség különbség, a gyakorlatban ezt hogy képzeljem el. Nekem 11-esre van, érdemes kisebbre váltani. Köszi. Hát ez ugye sok mindentől függ az alaplaptól, függ a különböző egyéb más perifériáktól is, és függ magától a memóriától. Igazából itt ugye olyan kicsi, mivel maga a memória, illetve annak a sebessége, ahol már ez fontos lehet, azok eléggé gyorsak, tehát ilyen 1600 MHz fölötti sebességnél beszélgetünk igazából ilyen késleltetési lehetőségekről. Tehát, hogy most az, hogy pontosan mennyit késleltetsz, ez nem is késleltetés igazából, csak hülyén nevezik, hanem ez időzítés. Hiszen itt hogyha ha késleltetésről beszélünk, olyan mikroszekundumokról beszélünk, vagy még lehet, hogy nanoszekundumokról is, hogy ez a gyakorlatban nem észrevehető. Itt igazából ez egyfajta finom hangolás. Tehát, hogy ez a latency, ez egy elég hibás kifejezés erre egyébként. Jó? Tehát, hogy hozzá kell hangolni a többi hardverhez gyakorlatilag, tehát a memória vezérlőhöz, még néha ugye a buszsebességhez, ugye a különböző, hogyha mit tudom én, ugye az alaplapnak hát mondjuk az alaplapomat, tehát gyakorlatilag ahhoz kell hozzá hangolni, azért kell ezeket a késleltetéseket finom hangolni. Egyébként nem muszáj, mert a legtöbb alaplapnál alapértelmezetten be tudja ő magát hangolni, persze el lehet ettől térni, hogyha az ember mondjuk tuningolja a memóriát, vagy ilyenek, mert ugye ezt is lehet már tuningolni, akkor nagy valószínűséggel ezeket az értékeket is módosítania kell, de egyébként a gyári értékeken érdemes, sőt, úgy célszerű használni. Jó, újabb telefonunk. Tessék? Mit akar a Gergő? Már megint. Jó, megyünk tovább. Gábor
csőzet venni. Tudsz nekem droidre mondani olyan programot, amivel tudom a kijelző színét állítgatni? Nem szívesen rútulom, de ha megcsinálom a progi, megcsinálom a progi miatt, köszi. De hogy érted, hogy a kijelzőnek a színét állítgatni? Tehát ilyen színhőmérsékletet akarsz állítani rajta? Hát... így kimondotta nem tudok neked rá programot mondani. Biztos van ilyen. Hát próbálj meg rákeresni erre, hogy mit tudom én. Display, hue, tehát hue, vagy nem is tudom, hogy lehetne erre igazából rákeresni. Hát most egy telefonnak van egy alap. Mondjuk ez egyébként technológiától is függ, hogy egész pontosan min van a több hangsúly, hogy mondjam, tehát milyen a színvilága egy adott megjelenítőnek. Persze ugye attól is függ, hogy milyen témát mutatsz, vagy milyen kép van éppen rajta, de úgy általában technológiától függően, például az OLED kijelzőknél ugye, ami nem is az OLED, hanem az AMOLED kijelzőknél például a Samsung használja ezeket leginkább, ott például olyan, nekem olyan kékes hatása van. Az én telefonomnál olyan sárgás hatása van, ugye ez nem is tudom milyen kijelző, talán IPS kijelző van ebben, ennél olyan sárgás. Tehát, hogyha megnézed, most persze megint csalóka, mert a kamera nem fogja azt a képet neked rendesen visszaadni, sőt, ilyen teljesen kékesnek mutatja, mert ugye teljesen más a színhőmérséklete a telefonnak, tehát ennek a kijelzőnek, de akár a mögöttem lévő monitoroknak is. Ugye erre múltkor valaki pont panaszkodott erre valamelyik adásban, hogy átfehéreztük a kamerát, ugye, más színhőmérsékletet használtunk, más volt a világítás, tehát ugye, mert mi most azért vagyunk ilyen színben, vagy színhőmérsékletben, mert ez a világítás, ami itt van, ez egy 3200 kV-fokos világítás, a monitorok meg általában ugye hát ilyen 4-5000 közötti kV-fokon vannak. Talán egyébként, ha Steve egy picit segít, akkor meg tudjuk mutatni, hogy milyen lenne a monitor, ha színhelyes lenne. Próbáld meg, hogy nézd meg azt a kamerát, hogy milyen presetek vannak rajta. Váltsunk színhőmérsékletet. Mert ugye mi most presetben vagyunk, ugye ezeken a kamerákon, amiket mi is használunk, a 3200 fok a preset. De ha azt mondjuk átállítod, mondjuk egy, nézzük meg, hogy mi van a B álláson. Ez a 3000, ez mondjuk nem az igazi. Na tessék! Most én nagyon sárga lettem, tehát vagy majdnem, hogy piros igazából. Na, ez például mennyi? 4300 kelvin fog, és ha megnézitek mögöttem a monitort, akkor most valóban ezek a képek a színhelyesek. Tehát, hogy valóban így néz ki a kép, amikor nézed. Viszont, hogyha most visszaváltunk a presetre, akkor ugye rögtön mennyivel kékebbnek látszik, tehát kéken világít mögöttem, mert ugye más a színhőmérséklet, tehát ezért van itt a kameránál is, hogy tehát igazából az emberi szem egyébként ezt megszokja, tehát mi másképp működünk azért, mint egy kamera, tehát én a helyedben egyébként, ha lenne is ilyen program, se állítgatnám feltétlenül a kijelzőmnek a úgymond színhőmérsékletét, így hívják ezt egyébként. Tehát így próbálják rákeresni, ha valami ilyen jellegű programot akarsz, hogy mit tudom én, display hue, vagy display white balance, valami ilyen kifejezésre próbálj meg keresni, illetve természetesen bedobjuk a kérdést a közösben, tehát ha valaki tud segíteni, akkor Gábornak írjunk nyugodtan választ ahhoz, de azt látom is, hogy már érkezett is valami hozzászólás. Tessék, Péter már válaszolt, és hogy például, hogyha egy bizonyos típusú proci van, a MediaTek proci van a telódban, akkor talán fel lehet hackelni rá a MiraVision nevű alkalmazást. Biztos, nem tudom, hogy egész pontosan ezeknek miért akarsz ilyeneket állítgatni. Jó, menjünk tovább. Rendben van, kicsit visszafogottak vagytok ma, mondjuk így, lehet, hogy igen, azért van, mert kicsit elkezdtünk beszélgetni mindenféle olyan témáról, aztán lehet, hogy ez nem kívántok annyira hozzászólni, viszont Skype-on, ha jól látom, vannak hozzá, vagy nem is hozzászólások, hanem partner kérelmek, úgyhogy akkor a partner kérőket visszajelöljük. Gyorsan, Lacit még itt a végére, oké, úgyhogy most már ti is hozzászólhattok, csörögjetek bátran, és ha nem jön hozzászólás, akkor vannak nekem bizony egyébként meg még híreim, hát akkor nézzünk még egy-két érdekes hírt. Játsszunk még egy kicsit? Milyen kedvünk van. Képzétek el, hogy a Star Wars rajongóknak készített a Google egy játékot, egész pontosan a telefonunkkal lehet lézerkardozni egy játékkal. Na most ezt esküszöm, ki fogjuk próbálni. A Google egy olyan Star Wars játékot készít, ugye ma van egyébként a Star Warsnak a hivatalos bemutatója itt Magyarországon is, úgyhogy
a fene enné meg azokat az ismerőseimet, akik már látták, én meg még nem láttam. Úgyhogy így jártam, sőt nem is fogom tudni most már megnézni egy jó ideig, mert ugye a sajtó vetítés nem jutottam be sajnos. Viszont ha ezt előre tudom, akkor veszek jegyet. Most meg már, ha most akarnék jegyet venni, néztem egyébként, január második hetében tudnék moziba menni, úgyhogy valószínűleg majd az lesz. Na, tehát, hogy a Google azt, egy olyan Star Wars játékot készített, amit tényleg csak otthon érdemes kipróbálni, mondjuk nagy képernyőn, de azért most itt megpróbálom nektek prezentálni. Egyrészt, mert sok időt lehet vele eltölteni, rákattan az ember, másrészt, mert elég érdekes, sem mutatnánk az irodában, hogy a számítógép előtt a mobilunkkal hadonászunk, mert hogy a mobilunk lesz a fénykard, kérem szépen. A magyar fordítás szerint Menekülés fénykarddal nevű játékban, ugyanis a mobilunk lesz a fénykard, ez érdemes a számítógép böngészőjében ellátogatni ennek a játéknak az oldalára, amit én mindjárt meg is fogok tenni. És itt hívnánk fel a figyelmet, hogy nem minden készülékkel kompatibilis, csak iPhone 5-ös vagy annál újabb, Galaxy S3-as vagy annál újabb, már hogy Samsung Galaxy S3-as, illetve a Nexus 4-es vagy annál újabb készülékekkel működik. Hát lehet, hogy több készülékkel is megy, vagy más típusú készülékekkel is, de ezekkel tuti. No, hát itt kapunk egy rövid, de egyedi linket, amelyet a mobilunk böngészőjébe kell beírni, és arra az oldalra rálépni. Pár másodperc kalibrálás után meg fog jelenni a mobilunkon a fénykard nyele és a bekapcsoló gombja. Azt megnyomva a számítógépes böngészőben megjelenik a pálya, és már is támadnak ránk az ellenséges erők. A feladat logikus módon az, hogy a mobillal hadonászva el kell pusztítani ezeket a bizonyos klón katonákat, és visszairányítani a lövéseket rájuk. Ha túl sokszor eltalálnak minket, szokás szerint vége a játéknak, de lehet újat kezdeni, na játszunk egyet, kipróbáljuk, Steve. No kérem, tehát Menekülés fénykarddal, és akkor nekem, kérem szépen, be kell pötyörésznem, most ezt nem mutassuk, mert ez az én kódom lesz, ne így más kezdjen el az én számítógépemen kardozni, tehát bepötyögöm gyorsan ezt a kódot ide, ha nem vakulok meg, mert ugye kicsit le van sötétítve az én kijelzőm, tehát Lightsaber, igen, és per, és akkor itt van az én kódom, amit most nem fogtok tudni. Na. Már hogy ezeket, amiket így nyögök, ezeket ne vegyétek figyelembe, most csak úgy el vagyok. No, kérem szépen, meg is történik a kalibrálás, már látszik is, hogy a telefonomon itt szépen már kalibrálunk. És akkor elindítom a kalibrálást, hoppá, még hangja is lesz, kérem szépen. A kalibrálás befejeződött, ez látszik is a képernyőmön, és akkor hát úgy próbálok meg játszani, nem tudom, hogy csináljuk azt, hogy mögött, tehát valahogy meg kéne osztanunk a képet, hogy mind a kettő látszódjon, Steve, tehát hogy a monitorom képét is be tudjuk tenni, meg engem is. Ezt meg tudjuk valahogy oldani, vagy forduljak hátra, és akkor így játszak, csak így kihajolok a képből, az a baj. Na, mindegy, majd megpróbálok így játszani. A kalibrálás befejeződött, és akkor játszunk, jó? Indítjuk a játékot. Azt mondja, hogy készen állok a menekülésre, hát induljunk. Na kérem, fénykard, mehet. Magyar, és akkor szóköz billentyű, bármikor szünetet tarthatsz. Én tök jó vagyok. De most miért nem működik egyébként? Még jobb érdekében hangos is van a telefon. Hát én felhangosítottam, de nem történik semmi. Tehát valami nem stimmel a kalibrálással. Na várjál, újra töltjük azt az oldalt akkor, kérem szépen. Mert itt valami nem stimmelt. Fénykard leválasztva. Jó. Akkor újra be kell írni. Na mindegy, akkor nem fogok tudni ezzel játszani, mert most valamiért nem akar itt nekem. De várjál, megpróbálom még egyszer, nem megy, akkor hagyjuk, jó? Majd mindenki kipróbálja otthon, tehát Z... Ja, bocsánat. Mert lehet, hogy valaki egyébként már az én kódommal akar játszani, és azért van biztos. Na. Most ezt beírjuk. Jó. Oda az URL-re, tartsd a telefont függőlegesen, úgy tartom. És nyomd meg a kalibrálást. Függőlegesen az így, ugye? Calibration. Készen állsz a menekülésre. Na! Most valami történt. Ki lehet tenni teljes képernyőre, de jó.
a semmit. Tehát nekem nem történik semmi. Egyelőre fekete. Lehet, hogy az én telefonom se kompatibilis vele. Pedig játszottunk vele a szerkesztőségbe, és akkor tök jó, mert még nem az én telefonommal játszottunk. Na jó, hagyjuk, köszönjük szépen, akkor ennyit erről. Lehet, hogy terhelt egy kicsit a program, és azért van ez így, nem tudom miért nem megy. Mindegy, próbáljátok ki, akinek megy, számoljon be róla, akkor tartson egy kis élménybeszámoló, de egyébként tök jó a játék. Alig lehetett elküldni a stábot forgatni, mert mindenki azzal játszott a szerkesztőségben itt délután. Jó, na, még van egy pár percünk, visszanézek gyorsan a Facebookra. Hát, ha van hozzá szólás, így van. Gábor írja, hogy köszi a tippet, Vendi, a színtelítettséget szeretném állítani. Lumiánál lehetett ezt állítani, és a színhőmérsékletét is. Utóbbit nem szeretném. Természetesen kerestem, de nem találtam semmit. Hát figyelj, valami biztos van rá valami lehetőség, de igazából nem tudom, ilyen igény még nem nagyon volt. Aztán Tamás, Vendi, ez reklám lesz, ne olvasd be. Jó, rendben, de a... jó, nagyon jó. Az egyik moziban még van ma éjfélre hely a Star Wars-ra, és az elkövetkező napokban is igaz, hogy nem Pesten van. Tényleg? Hát mondjuk Cegléd nincsen messze. Na, majd meglátjuk, csak az a baj, hogy időm se lesz rá. Mindegy, türelmes gyerek vagyok. Az egyik ismerősömre ma rácsaptam azért telefont, amikor elkezdett spoilerezni. Följött az, hogy de, megnéztem a Star Wars-t, de mondták, hogy kap be, és rátettem a telefon. Na jó, úgyhogy persze tele van bele az internet, de aki spoilerezik, azt megölöm. De állítólag jó, tehát az Indexen lehoztak egy kritikát, amiben nem spoilereznek, tehát nagyon jó kis kritika. És hát állítólag a Birodalom visszavágó óta a legjobb Star Wars-ról beszélünk. Hát lehet, hogy elfogult az illető, nem tudom, szeretném a saját szememmel látni, de hát nem fogom tudni valószínűleg az elkövetkezendő időkben ezt megtenni, úgyhogy majd valami. Kérek karácsonyra egy jegyet. Vagy tudod, amíg más, Szentestén szépen a karácsonyfa alatt bontogatja az ajándékokat, én elmegyek moziban. Nyitva lesz egyáltalán olyan kaj mozi? Na jó. Rendben. Jó. Ha nincs több hírünk, akkor még mutatnék nektek valamit, illetve hát gyakorlatilag nem feltétlenül fogom megmutatni, mert ez valamelyest egy picit privát dolog, bár annyira nem privát, ugye fotókból a Google, mi az a Facebook már megint elkészítette, ugye az éves kis összefoglaló élmény falunkat, hogy úgy mondjam, tehát ugye az elmúlt évet át lehet tekinteni, mindenki számára elérhető a történet, tehát milyen volt az idei évünk, tavaly a Facebook meg se kérdezte, csak kiválasztott néhány képet feltöltött fotóink közül, és azokat lehetett visszatekinteni, majd megosztani az ismerőseinkkel. Ez azt eredményezte, hogy sokaknál olyan képek kerültek a válogatásra, amelyet inkább nem akartak megosztani a visszatekintésben, vagy automatikusan megtették, de utólag megbánták. Idén egy kicsikét másképp működik a történet, ugyanis a 2015-ös évösszegző posztnál már szerkeszthető, hogy milyen fotó szeretnénk beletenni, hát mondjuk nem mindegyik kép szerkeszthető, tehát felajánl X darabot, és akkor azok közül válogathatsz. Azt hiszem 10 darabot lehet kiválasztani, és azt a 10 képből fogja a visszatekintést megcsinálni, és akkor ugye ezt meg lehet osztani, tehát mindenki meg tudja nézni a más megosztását, és el tudja készíteni ugye a saját ilyen kis oldalát, ugye Year in Review, tehát facebook.com per Year in Review oldalon keresztül lehet mindezt megtenni. Hát most itt gyorsan végig tudom mutogatni az én, itt látszik a fejem fölött, semmi extra, Kósi Jani bácsi is benne van, az mondjuk nagyon tiszteletre méltó, hogy belekerült az én évvégi, vagy évösszegző értékelésembe, így van. Köszönjük szépen, tehát még egyszer mondanám, facebook.com per year in review, egy-egybe year in review, angolul tessék beírni mellé, és akkor mindenki elkészítheti a saját évértékelőjét, vagy év visszatekintőjét, és meg is oszthatja az ismerőseivel. Ez tehát az utolsó hírünk mára, és hát én meg is köszönöm akkor a figyelmet, ez volt a Restart, és hát holnap Restart extrázunk, itt lesznek mellettem a fiúk, Balázs is és Marci is, úgyhogy hármasban fogjuk összefoglalni a hét legfontosabb eseményét, sőt egy kicsit év összefoglalót is fogunk csinálni egy karácsony előtt és évvége előtt, úgyhogy érdemes lesz
mindenképpen velünk tartani. Nézzetek minket, 7-kor találkozunk holnap is. Szevasztok!